Kedves gyerekek, most egy akcióban vesztek részt, amelynek a célja az, hogy figyelmeztessétek a közlekedés szabályaira a felnőtteket. És így remélem, hogy ennek az akciónak nem csak résztvevői, hanem a nyertesei is vagytok. Most pedig bemutatom nektek a zászlós nénit, aki arról fog mesélni, hogyan vesztek részt ebben az akcióban. Szeretettel köszöntelek benneteket. Gyerekek, nem sokára egy közlekedési akción veszünk részt. Azoknak az autósoknak, akik túlépik a sebességet, de a rendőrök még nem büntetik, egy citromot adtok át, akik pedig vigyáztak rátok és betartották a közlekedési szabályokat, azok egy almát kapnak. A citrom és az alma mellé még egy-egy jelvényt és a saját rajzaitokat is átadhatjátok. Most kiosztok nektek almát, citromot és egy-két tárgyat, amelyet majd az autósoknak fogtok átadni. Készítsetek két rajzot. Én arra kérlek benneteket, hogy a rajzot, amit készítetek, az egyiken alma legyen, egy mosolygós alma a jutalomért, és egy citrom a figyelmeztetőnek. Bordó Mazda 53. Követett el. Ezért figyelmeztetem és felszólítom, hogy a továbbiakban tartsa be a közlekedési szabályokat. Az itt lakó gyerekek is szeretnének egy pár szót önnek mondani. Kérem. Gyere, Pácsi gyorsan hajtott, ezért citromot kap. Tessék megnézni a rajtunkat. Barna Mercedes 43. Kívánok. Köszönjük, hogy betartotta a közlekedési szabályokat, és az itt lakó gyerekek is szeretnék ezt megköszönni. Köszönöm szépen. Mit köszönjük, kapok? Hogy tekintette volt ránk és lassan hajtott. Szeretnénk átnyújtani egy szép almát és egy emléknapot. Nagyon szépen köszönöm nektek. Szívesen. Csakon. Területen sok gépjárművezető átlépi a megengedett sebességet, mert nem tudatosul bennük, hogy azonos távolságról fékezve 50 km/h sebesség esetén a zebra előtt még éppen meg tud állni. De 60-as tempóról fékezve még 40 km/h sebességgel érkezik a zebrához, ami egy ember életébe is kerülhet. Tegnap alma citrom akcióban voltunk a rendőrbácsikkal. Sok citromot adtunk át az autóvezetőknek. Nagyon szégyelhetik magukat. Remélem, hogy legközelebb vigyáznak ránk, és betartják a szabályokat.